Az év során többször beszámoltunk a kisebbségi közösségi ház építéséről, az északi szegregátum fejlesztésének különböző mini projektjeiről. 2015. december 22-én sor került a Törökszent Miklós város északi szegregátumának komplex fejlesztése projekt záró rendezvényére, melyen jelen voltak a város vezetői, a térség országgyűlési képviselője, a kivitelezők, illetve a projekt megvalósításában szerepet vállalók. A program céljairól Markó Imre Törökszent Miklós polgármestere beszélt. Törökszent Miklós város önkormányzata 2013-ban pályázott az északi szegregátum komplex fejlesztésére egy összetett projekttel, mely túlnyomó részt beruházásokat foglalt magába, biztonsági térfigyelő kamerarendszer kiépítését, illetve kisebb úgynevezett mini projektek keretében társadalmi felzárkóztatást célzó eseti programokat pályázott még meg. A projekt nagyobbik részének a megvalósítása 2014. október 12-e után megválasztásra került új önkormányzatra hárult. Tulajdonképpen itt el kell, hogy mondjam, hogy a beruházások terén elsődlegesen mi a Törökszent Miklósi helyi vagy a környékbeli vállalkozásokat kívántuk előnyben részesíteni, illetve versenybe hozni, és pont ennek a beruházásnak volt egy olyan lehetősége, hogy a vonatkozó közbeszerzési törvény lehetőséget adott arra, hogy meghívásos eljárást bonyolítsunk le, és a projektben három különböző fő beruházás valósult meg. Az egyik ez a közösségi ház, amelyben most vagyunk. Emellett három darab szociális lakásokat tartalmazó lakóépület külön projektelemként, illetve egy harmadik elem volt kettő darab utcának a térburkolása, illetve ehhez kapcsolódó közműépítés, valamint szelektív hulladékgyűjtőszigetek kialakítása. Mind a három projektelemben lehetőségünk volt, hogy törökszentmiklósi vállalkozók valósítsák meg, így illetve környékbeliek, hiszen magában az útépítésben Törökszentmiklóson nagyon kevés vállalkozás van. A közösségi házat a Referencia Kft. Építette meg, a szociális lakások felújítását a Zsindely Kft. Végezte, az útfelújítást és az ahhoz kapcsolódó beruházási elemeket pedig a Szolnok Aszfalt Kft., akinek az ügyvezetője, illetve jó néhány munkatársa Törökszent Miklósi vagy Törökszent Miklós környéki. Az önkormányzat tulajdonképpen a közösségi ház megépítésével szeretné azt, hogy itt helyben megtalálja a saját maga identitását. Nagyon fontos az identitás. Ki kell jelenteni, hogy társadalmilag leszakadt rétegről van szó, és ez a társadalmilag leszakadt réteg Magyarországon jelentős lélekszámban van jelen, és minden egyes politikai vezetésnek, legyen az országos vezetés, vagy legyen az helyi önkormányzati vezetés, fontos feladata, hogy ezt a leszakadt réteget a társadalomba vissza tudja vezetni. Minden nemzetiségnek van saját kulturális gyökere. És ezzel a közösségi házzal az önkormányzat, Törökszent Miklós Városi Önkormányzat azt az eredendő kulturális gyökeret szeretné az itt élő roma lakosságnak visszaadni. Talán évszázadokkal ezelőtt még benne voltak, vagy évszázadokkal ezelőtt az életük része volt. A projekt mellett volt még egy másik projekt is a Törökszent Miklóson, ez egy támogos pályázat volt, ez a úgynevezett komplex teleprogram, ami kifejezetten társadalmi felzárkóztatást volt hivatott erősíteni. Ennek a jövőben lehetőségünk lesz arra, hogy az úgynevezett topos pályázatok keretében majd pályázunk, és szeretnénk folytatni
éppen azért, amiket elmondtam, hiszen akik közelről látták, közelről észlelték magának a támokos pályázatnak a folyamatát, akik napi szinten tartották a kapcsolatot azokkal az emberekkel, akik ebben a pályázatban részt vettek, azok azt érzékelhették, hogy fontos volt az életükben. Fontos volt az, hogy odafigyeltek rájuk napi szinten, fontos volt az, hogy azt érezték, hogy nincsenek kizárva, és ezt a jövőben is erősíteni kívánjuk. Ugyanakkor vannak egyéb elképzelések, az úgynevezett Tanoda program, amire az önkormányzat, illetve civil szervezetek fognak pályázni majd erre a Tanoda programra, de gyakorlatilag a Tanoda is ebben az épületben tud majd megvalósulni. Tehát a hasznosítás során számtalan célkitűzésünk van. Boldog István országgyűlési képviselő a megvalósult projekt jelentőségéről tájékoztatott. A győztesek sohasem adják fel, akik feladják, azok sohasem győzhetnek. Nyírő József nagy erdélyi írónak a szavai ezek, és azt gondolom, hogy ezek a szavak igazak azokra a roma cigány vezetőkre, itt Törökszent Miklóson, akik mindig is hittek abban, hogy a törökszent miklósi cigányságot föl lehet zárkóztatni, meg lehet tenni azt, hogy az integrációjával beilleszkedjenek a törökszent miklósi társadalomba. És miután nem adták fel, fűzték az önkormányzatot, az előzőt, talán még az előzőt is, hogy mindenképpen induljanak olyan programokban, amivel el lehet indulni ezen az úton. Én itt szeretném nekik megköszönni ezt, hiszen az ő kitartásuknak köszönhető az, hogy az előző önkormányzat beadta a pályázatot, és szeretném megköszönni az új önkormányzatnak is, polgármesterünknek is, hogy gyakorlatilag, amikor a megválasztásuk megtörtént, akkor mindenki arra számított, hogy mint számtalan projektnél egyébként megtörtént az országban, visszaadják ezt, hiszen nem teljesen, mondjuk meg őszintén, a Jobbik ideológiájához való az, hogy egy ilyen roma közösségi házat és szolgálati lakai, önkormányzati lakásokat újítanak fel romáknak. Sokan féltek attól, hogy nem fejezik ezt be ezt a projektet, hanem visszaadják, de szerencsére nem ez történt. Én köszönöm polgármester úrnak, mert ez egy nagyon fontos dolog, hiszen kitartottak az mellett, hogy ezt be kell fejezni. Az itt élő cigányoknak igenis meg kell építeni a közösségi házat, igenis meg kell adni a lehetőséget ahhoz, hogy az ő gyerekeik is egy 21. századi játszótéren játszanak, hogy az ő gyerekeik is egy modern sportpályán sportolhassanak, és hogy a kulturális életüket egy ilyen gyönyörű kulturális központban élhessék. Nem beszélve arról, hogy sikerült néhány lakást is felújítani ehhez, ami jó életkörülményeket biztosít azoknak, akik oda beköltöznek. Hogy mi a feladata a cigányságnak? Hát a cigányság feladata most azt gondolom az, hogy bebizonyítsa, hogy érettek erre az integrációra, érettek erre a felzárkózásra. Hogy azokat az értékeket, amit kaptak, azt megőrzik, fejlesztik, vigyáznak rá. Hogy azok a lakások, amiket most megkaptak és beköltöznek, azok egyébként 10 év múlva is ilyen szép és jó állapotban lesznek, mert évek során ők maguk is gondozzák. Hogy a közösségi ház nagyon szépen megtelik élettel, rengeteg program lesz benne, amit ők maguk szerveznek, nem hárítják ezt át az önkormányzat, hanem ők maguk szerveznek ide programokat, olyan programokat, amik az ő kultúrájukat, az ő nyelvüket hozza esetlegesen vissza, hiszen ne felejtsük el, azért a cigány nyelv is egy szép nyelv, és nem lenne az baj, hogyha a cigányok minél többet gyakorolnának, és az sem lenne baj, hogyha a saját kultúrájukat minél többet tudnák gyakorolni. Ezzel is segítve, színesítve a Törökszent Miklós életét, a Törökszent Miklós város életét, nem beszélve arról, hogy segítve azt, hogy bizony föl tudjanak zárkózni a város többi lakosához. Tehát én abban bízom, hogy ez a program folytatódik, az önkormányzat a top pályázatokban újabb több 100 millió forintot fog pályázni, és elnyerni azért, hogy a város rész is fejlődjön, és a helyi cigányoknak a közössége is még jobban tudjanak fejlődni, még több lakást tudjanak felújítani, hogy ez a város rész is olyan szép legyen, mint mondjuk a főtér környéke, vagy a város másik fele. Marsi Péter irodavezető, projektmenedzser mutatta be a programban szereplő helyszíneket és magát a megvalósult projektet.
ünnepélyes szalagátvágást követően Rácz Béla is szót kért. A roma nemzetiségi önkormányzat elnöke arról beszélt, hogy a jövő generációjának nagy lehetőségét látja a megvalósult projektben. Bízom benne, hogy ez a közösségi ház nagy lehetőséget biztosít a jövő számára, a jövő generáció számára, hiszen el kell mondani, hogy valamikor régen éltek itt olyan romák, akik rangot tudtak adni a helyi cigányságnak, sőt még az országnak is. Én bízom benne, hogy van még itt Törökszent Miklós városban olyan tehetséges fiatal, élnek olyan roma emberek, akik ezt ki tudják aknázni, ezt a lehetőséget, mert ez egy lehetőség, amire azt gondolom, hogy joggal büszke lehet ez a város, a városi cigányság, és hát ezzel élni fogunk. Évközben azzal szembesültünk, hogy a kisebbség tagjai a projekt céljával ellentétben éppen a kirekesztést, az elkülönítést látják a megépült közösségi házban. Margot Imre polgármestert ezzel kapcsolatban kérdeztük. Én azt gondolom, hogy nincs szó kirekesztésről, hiszen a városnak van egy kulturális központja, az az Ipoly Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ, ami mindenki számára nyitott, hiszen ott zajlanak a városi kulturális rendezvények. Az a közösségi ház, ami többek között megvalósult, az nem egy kirekesztésre szánt épület, hiszen nem csak kulturális rendezvények fognak ebben az épületben megvalósulni, mint ahogy korábban is elmondtam, többször is elmondtam, korábbi sajtónyilatkozatokban, illetve most az átadó ünnepségen is elmondtam, hogy magának az épületnek több funkciót szánt az önkormányzat. Azt is fontos megjegyezni, hogy amikor az előző önkormányzat pályázott erre a pályázatra, akkor nem gondolta végig magának az épületnek a hasznosítását. Tehát igazából a funkció meghatározása az a mi feladatunk volt, vagy a mi feladatunk folyamatában is. Tovább szeretnénk folytatni a komplex teleprogramot, ami egy speciálisan társadalmi felzárkóztatást nyújt a projektben résztvevők számára. Szó van arról is, hogy tanoda program keretében, tanoda pályázaton is civil szervezetek indulhatnak, ami a gyermekek délutáni hasznos elfoglaltságára irányulna. Arra kiválóan alkalmas ez az épület, illetve ténylegesen kulturális rendezvények bonyolítására is, de nem elsődlegesen a városi rendezvények lebonyolítására. Nagyon fontos lenne egyébként, hogy a város több területén is megvalósuljon ilyen helyi közösségi ház, mint ami itt megvalósult. Fontos az, hogy a cigány lakosság a saját identitását megtalálva, a saját kulturális gyökereit újraélve tudjon társadalmilag bekapcsolódni Magyarország életébe, vagy akár itt helyben Törökszent Miklós életére. Nem szeretnénk elsődlegesen egyébként azt, hogy a mai úgynevezett, én álkultúrának nevezem egyébként azt, amit akár médián keresztül láthatunk. Nem hiszem, hogy ez lenne a roma kultúra, hanem az eredeti roma kultúrát vissza, vagy cigány kultúrát vissza lehet tanítani, és erre szeretnénk egyébként célzottan programokat is majd szervezni. Én is találkoztam egyébként többször ezzel a kijelentéssel, hogy nagyon sokan cigány lakosság körében úgy érzik, hogy ezzel ki vannak rekesztve. Egy mini projekt keretében valósult meg két köztéri festmény, illetve egy harmadik, ami itt van a hátunk mögött az épületben. Bódvalenke, Borsod megyében egy apró falu, amit túlnyomó részt cigány emberek laknak. Ott tulajdonképpen minden egyes épületen, vagy nagyon sok épületen megjelentek ezek a festmények, és tulajdonképpen az ötletet onnan hoztuk, sőt a festményeket elkészítő festőasszonyt is onnan hívtuk le, hogy készítse ezeket a festményeket. Nem gondolom egyébként, hogy az ott élők, ők kirekesztésnek érzik azokat a festményeket, vagy megbélyegzésnek. Törökszent Miklóson, amikor elkészültek ezek a képek, akkor jó néhányan azt mondták, hogy ők ezzel meg vannak bélyegezve,
Bódvalenkén büszkén vallják azok az emberek, akik ott lakják, hogy ők ilyenek. És én azt gondolom, hogy az egy sokszínűséget tudja mutatni, hogyha egy össztársadalmon belül vannak kisebb csoportok, hiszen kisebb csoportnak lehet nevezni akár mondjuk a német kisebbséget, akár a román kisebbséget, vagy a szlovák kisebbséget, vagy a szerb kisebbséget, akik a saját kulturális identitásukat vállalják, és igyekeznek megtartani. És azt gondolom, hogy bár Magyarországon a cigányságot nem tartják nemzetiségnek, hanem kisebbségnek tartják, éppen ezért ez egy fogalmilag is nem jó meghatározás, hiszen bár a anyanyelvként a magyart használják, akkor is én nemzetiségnek tartom őket, mert önálló kulturális gyökerekkel rendelkeznek, és ez a fontos, hogy ezt visszatanulják.